Здравствуйте. Konnichiwa. Merhabalar. Dzień dobry. Körülbelül 4-5 éve tanulok oroszul. 15 éves koromban kezdtem el, Japánban tanulni, Japánban. Ha jól emlékszem, akkor körülbelül 3, ez már a harmadik év, hogy törökül tanulok. Hát az egyetemen kezdtem 10 évvel ezelőtt, ott tanultam 5 évig, illetve másfél évig Lengyelországban. Az angol manapság azt gondolom, hogy nem elegendő ahhoz, hogy valaki igazán jó állást találjon. Mind emellé mindenféleképpen kell valamilyen speciális nyelv. Nagyobb számban kellene az embereknek tovább lépni, és nem megállni az első idegen nyelvnél. Ez egy isteni sugallat volt, nem tudok máshonnan, így éreztem, hogy oroszul kell tanulnom, és ezért. Törökországban kezdtem el ezt a nyelvet megtanulni. Egy éves ösztöndíja, most hát ilyen cserepdiák programmal kerültem ki, és akkor ott kezdtem el tanulni így. Csak egy szláv nyelvet akartam tanulni, és végül is a lengyel lett. Ami érdekesség, az valóban itt a úgynevezett kisnyelveknél figyelhető meg. A speciális kategóriába tartozik a holland, ami iránt nagy kereslet van, portugál, a norvég és a lengyel is. És a mandarint is ki kell emelnünk. Ezekkel a nyelvekkel nagyon egyszerű elhelyezkedni, ma én azt gondolom. Hát így körülbelül középszinten vagyok. Van anyanyelvi C2-es nyelvvizsgám van Japánból. Nincs a nyelvvizsgám, de ugye van diplomám, ami a nyelvvizsgának megfelel. Igazából azt számít, hogy mennyire beszél a nyelvet, kevésbé az, hogy mondjuk milyen dokumentumod van róla. Ma egy ritkább nyelv, itt főleg Magyarországon, tehát viszonylag kevesen tanulnak, és azért szerintem elég sok lehetőség van ezzel elhelyezkedni. Hát egyrészt ugye egy nagyon nagy ország, tehát 40 millióan vannak, ebből az is következik, hogy egy nagyon nagy piac, tehát elég sok a munka lehetőség. Másrészt azért egy elég ritka nyelv. Japán tolmácsként dolgozom egyébként most egy cégnél. Ezzel szereztem a munkát egyébként, egy török cégnek dolgozom, úgyhogy abszolút használt veszem a nyelvtudásomnak. Nagyon fontos a kinti környezetben való tudatos tanulás. Imádom, nem tudom, imádom az orosz irodalmat, és nagyon szeretnék eredetiben olvasni orosz klasszikusokat egyszer majd, hogy így mondjuk Dosztojevszkit gond nélkül el tudjam olvasni. Sziasztok! Kise vagyok a Pannonios Deszka Orkesztrából. Olyan 10-11 éve foglalkozom a patoával, ami ugye a jamaikai angol, és hát abban segített nekem egyszer már, hogy túléljek a jamaikai gettóban. Меня зовут Ева Петровна Фаркаш. Мне 21 год. Я занимаюсь русским языком. Атасива Джиго Андаш томошимасу. Гензай 23 сай десу. Нихонго бенкио ште, нихонго ханаштеимасу. Бен имадим Иштван Гал, бен отузья шиндаем, бирде тюрче конушиорум. Називам се Оршоя Немет, мам чужеш чилат и мувия по полску. Yes, Mayut. I want to learn and study, so I want to get achieve all the goals in life. Then, sin,